Köszöntelek benneteket ezen a felvételen a harmadik hullám. Ezek a hullámok vagy reszkések a maja naptárból jönnek. Ez a maja naptár, ez egy régi és egy nagyon precíz kalendárium. Ezek a hullámok azt jelentik, mint nálunk a hét, ez a harmadik hullám június 9-én kezdődik, és június 21-ig tart. Egy hullám mindig 13 napból áll, ez olyan, mint nálunk a hét. Minden hullámnál van egy szimbólum, és ez uralkodik a 13 nap idején. Ez a harmadik hullám manik hatása alatt áll. Manik lefordítva kezet jelent. És ez azt szimbolizálja, hogy vegyük kezünkbe a dolgokat. Mit jelent még ez a manik energia? A négy elemet. A tűz elemét, a víz elemét, a föld elemét és a levegő elemét. És a négy irányt is, északot, délt, nyugatot és keletet. Manik szimbolizálja a ritmust, a mi életritmusunkat, és kihat a mi testünkre is, és van egy gyógyító hatása, különösen azoknál a betegségeknél, amikor a lélegzésről van szó, vagy a kezünkre, lábunkra, ha ott fájdalmaink vannak. A gyógyító hatáson kívül van más jelentése is, mégpedig, hogy legyen erőnk azt megvalósítani, amit szeretnénk. És ez a belső erő olyan, mint egy forrás, amiből mi meríthetünk. Ezt úgy mondták a maják, hogy ez olyan, mint egy belső tűz, a szív melegsége, a lelkesedés, és ez összeáll ezzel a manik energiával, vagy szimbólummal. Manik nem csak ezt a belső erőt adja nekünk, hanem segít a munkánkban. Kihat a foglalkozásokra is, ha problémáitok vannak, vagy nehézségeitek vannak a munkahelyen, ez a manik energia, vagy ez az időpont, ez a harmadik hullám ad nektek erőt túltenni magatokat ezeken a nehézségeken. Manik segít nekünk abban, hogy kézbe vegyük a dolgokat, és segít abban is, ha támadások érnek bennünket, különösen a munkahelyen, hogy tudjuk magunkat védeni. Manik mutatja nekünk azt is, hogy az életet olyan játszadozva tekintsük meg, mint a gyerekek. Meg emlékeztet a mi gyerekkorunkra is. És Manik mutatja azt is, mennyire fontos ez a belső gyermek szeretete. Ennek is van egy gyógyító hatása. Ebben a hármas hullámban van kettő kapunap, így nevezem ezt, amikor egy különleges energiát kapunk a plejádoktól. Június 9-én nyílik megint egy ilyen kapu, és június 14-én. Én erről fogok újra egy felvételt készíteni. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!